Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Minket érdekel című közéleti magazin műsorunkat látják. Köszöntöm a stúdióban Puskás Ákos alpolgármester urat. Az elmúlt héten elkezdtük a tavalyi évre visszatekintő stúdió beszélgetéseinket, megközelítettük a tavalyi évet kulturális szempontból, civil szempontból is. Most egy kicsit a pályázatok szempontjából gondoltuk, hogy érdeklődünk, hogy mi történt tavaly, és mi várható az idei évben. De először is, miért fontosak Tapolcváros önkormányzatának a pályázatok? Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Hát a pályázatok nagyon fontosak, de ugye két irányú a dolog. Hiába vannak olyan dolgok, amiket szeretnénk a városban megfinanszírozni, megvalósítani, amikor nem írnak arra ki pályázatokat. Az önkormányzat és mint a többi civil szervezet, gazdasági társaság olyan dolgokra tud pályázni, amik éppen a központi irányítás, a minisztériumok kiírnak pályázatot, úgyhogy mi abban az irányban tudunk elindulni, és azokat a dolgokat szeretnénk megvalósítani, ahol ezek a kettő ezt találkozik. Korábban voltak azért olyan hangok, hogy jobb volna először megkérdezni, mire van szükség, és utána kiírni a pályázatokat. Van ebben logika, szerintem. Igen, van is, és vannak erre próbálkozások természetesen, de ugye ahány település, ahány falu, kisebb falu, nagyobb falu, város, annyiféle elképzelések vannak, és attól függenek az igények is. Egy kis falunak mások a prioritásai, mint egy településnek, egy járásközpontnak, de nyilván vannak olyan dolgok, mondjuk az egészségügy, oktatás, az utak állapota, ami mindenhol fontos. Hát igen, a Magyar Falu programmal sok kis település tudott élni, ugyanakkor ott voltak a megyeszékhelyeknek kiírt pályázatok, és minthogy egy kicsit árván maradnának az olyan kisvárosok, mint a Tapolca. Így van, hiszen a megyeszékhelyeknek, a megyei jogú városoknak volt egy központi pályázati lehetőség, ahol ők tudtak pályázni, címzetten, célzottan ők tudtak megvalósítani bizonyos dolgokat, beruházásokat, infrastruktúrális beruházásokat. A Magyar Falu Program meg, mint a neve is mutatja, egyrészt a falvaknak szól, másrészt azoknak a településeknek, amelynek a lakosság száma nem ér el az 5000 főt. Ilyen van a megyében több is, Badacsony, Tomaj vagy Devecser, akik a Magyar Falu Programban is tudtak indulni, de valóban igaz, ezek a kis és közepes méretű városok, ez a 10 000 és 50 000 közötti települések, ezek kimaradtak eddig. Ígéret volt rá, hogy lesz ilyen program, modern kisvárosok nevű program, a kezdeményezés. Mi nem teszünk le róla, nyilván vannak ötleteink, elképzeléseink, miket szeretnék megvalósítani, és nyilván ezek az elképzelések pedig a lakosságtól érkeznek, ezeket szeretném megvalósítani, de hát a forrás az mindig egy döntő tényező a pályázatok tekintetében is. Jó pályázó a Tapolca? Hát én merem remélni, hogy jó pályázó, de ugye a pályázatok az nagyon jól hangzó ilyen kifejezések, amik nagyon sokszor és sokan szeretnek használni, hogy pályázatok, hogy pályázzunk. Igen. De ugye, amit az előbb is beszéltük, hogy ugye arra tudunk pályázni, amire éppen kiírják a pályázatot, de nem csak a pályázat fontos, hanem ezeknek a megvalósítása is, és legalább ilyen fontos az elszámolás is. Úgyhogy a hivatal munkatársai, a város civil életben, gazdasági társaságoknál, intézményrendszernél lévő kollégák is felkészültek arra, hogy nem csak megírják a pályázatokat, amik megvalósulásra kerülnek, megvalósításra kerülnek, hanem az elszámolásban is ott vannak a szakmai területen, úgyhogy remények szerint ez eddig is így volt, és ezek után is így lesz. Meg a lebonyolítás is az ő feladatuk, így van, nem egy kis feladat. Így van, pontosan. Hogy jut a tudomására az önkormányzat pályázatíró csoportjának, vagy pályázatokat lebonyolító csoportjának egy-egy pályázat? Hogy figyelik ezeket a pályázatokat? Nyilván vannak a bejáratott útvonalak, ahol rendszeresen megjelennek ilyen pályázatok. A pályázat.gov.hu-n ez a Széchenyi terves pályázatok időszakában indult, ez megy tovább. És igyekszünk nem csak az aktuális pályázatokat figyelni, hogy milyen pályázati hírások jelennek meg, hanem már a társadalmi egyeztetések idején is, hiszen az egy előkészítő szakasz a pályázatok kiírásának, és akkor már lehet előkészülni, gondolni, hogy mi az, amire lesz lehetőség. Vannak ezek a fajta pályázatok, és vannak, amik évente visszatérőek. Mondjuk a városi civil alapok civileknek, ez éppen olyan, vagy mint a Balatonfejlesztés Tanács pályázata, amik évről évre, vagy 2-3 évente ciklikusan előfordulnak, és arra lehet készülni. És akkor vannak az uniós pályázatok, így van, vannak közvetlen, amiket még lehet figyelni. Így van, vannak a közvetlen uniós pályázatok. Nyilván az uniótól, ahol a Magyarországra is érkeznek a támogatások, ott egy kicsit speciálisabb, hiszen nem ilyen kis mértékben, kis léptékben gondolkodik, mint mondjuk ez a Tapolca 15 000-es város, hanem nagyobb léptékben. Igyekszünk ezzel kapcsolatban is együttműködni a megye településeivel, elsősorban Ajkával, Balatonfüreddel, Várholtával, Veszprémmel, olyan konzorcium megállapodásokat, együttműködéseket kötni, és figyelni ezekhez kapcsolódóan a pályázatok írásokat, amikben így
együtt tudunk gondolkodni, ami hasonló gondok, energia, megtakarítás, hasonló gondok vannak minden településen, és ezekben előrelépni. Pont erről akartam kérdezni, a konzorciumi részvételről, hiszen nem először fordul elő Tapolcával, hogy részt vesz ilyenben. Ezekről mit lehet tudni, mennyire sikeresek ezek, amikor nem egyedül, hanem közösen más önkormányzatokkal pályáz a város? Sokféle lehetőség van ebben is. Van, ahol mondjuk a városon belüli konzorcium valósít meg bizonyos dolgokat. Ilyen volt a CLRD-s program, ahol rengeteg helyi program valósult meg, rengeteg helyi beruházás valósult meg. Itt a városban élő civil szervezetek, gazdasági szereplők és önkormányzati résztvevők voltak, de amiről beszélünk, az elsősorban a többi településsel együttműködve. Igen. Van egy EFOP pályázatunk, ami Tapolca vezetésével a környező 6 települést fogja össze, programok és képzések tekintetében, de már korábban is 6-8-10 évvel ezelőtt is voltak a városnak olyan pályázatai, programjai, ahol ezekkel az előbb említett városokkal működik együtt. Most is vannak ilyen elképzelések és próbálkozások. Van ilyen top pluszos pályázatunk is, ahol pont ezek 4 településsel, Várpalotával, Balatonfüreddel és Ajkával működünk együtt, mely tekintetében okosmérőket szeretnénk a városban elhelyezni az önkormányzati intézményekben, valamint a Tamási Áramművelési Központra egy napelemrendszer szeretnénk felszerelni. No, ha már itt tartunk konkrét pályázatoknál, akkor nézzük, hogy mik voltak a legnagyobbak a tavalyi évben, amik mondjuk be is fejeződtek, vagy legalábbis elindultak, és már jól haladnak. Ugye nagyon sokféle és szerteágazó ezen pályázati részvétel. Elsősorban nyilván most az önkormányzatról tudunk, vagy tudok beszélni. Igen. A megvalósuló és lezárult pályázat ugye nem csak a pályázat benyújtásával kezdődik, hanem van egy megvalósítási szakasz, és van egy elszámolási szakasz, és utána van még egy pályázati lezárás. Uh-huh. És a pályázati lezárás meg az elszámolási időszakban is van pályázat, viszont van még az előkészítésben van. Uh-huh. A megvalósítás, ami tényleg fizikai megvalósítás is volt, ez az egy energetikai pályázat, melynek keretében a Darányi utcai óvodai épületre és a könyvtár épületére került fel napelemes rendszer. Ezek már bekapcsolásra kerültek a rendszerbe, tehát az EON is áldását adta és rákötött a hálózatra, de természetesen itt az elszámolás még ezután következik. Számos egyéb más projektünk viszont még előkészítési szakaszban van. Talán az egyik legfontosabb vagy leglátványosabb gondolt pályázat a volt szülészet épületének a megújítása. Ugye azt nagyon sokan tudjuk, hogy az az épület 10-15 évvel ezelőttig üresen állt. Volt benne szülészetnőgyászat, volt egy ideig, amikor a kórház használta, de üresen áll. És azt gondoltuk, hogy ezt az épületet hasznosítani kívánjuk, mégpedig a gyermekorvosokat szeretnénk itt elhelyezni, valamint a védőnőket, akik a tapolcai gyermekekkel foglalkoznak, dolgoznak, az ő kezelésükkel, az ő együttműködésükkel kívánjuk megvalósítani ezt a pályázatot. Ami az a nehezítésként is volt, hiszen volt egy furcsa része az egész dolognak, a megvalósításnak, miszerint ugye ez az épület már nagyon régóta ott áll. Mindenki tudja, hogy hol van, igen, és milyen részei vannak, viszont volt egy része, ami nem volt fenn a térképen. Ha nem volt fenn a térképen, ezt ugye rendbe kellett tenni először, hogy a műtős rész... Uh-huh. Tehát ez a hátsó. A hátsó rész, pontosan, igen, uh-huh, igen, a hátsó rész nem volt fenn térképen. Meg volt még anno 30-40-50 évvel ezelőtt az épület elkészült, felépült, használatbevételi engedély, minden meg volt, viszont térképen nem került fel. Ugye ez egy fél éve sajnos megtolta a tervezési időszakot, és így az nehezítette, hiszen már jóval előrébb lehetnénk ennek a pályázatnak a megvalósításában, de ami fontos, hogy a építési engedélyre a tervek benyújtásra kerültek, készülnek a kiviteli tervek, reményeink szerint, amint jóvá hagyja az építési hatóság a kormányhivatal az engedélyt, akkor neki tudunk állni a közbeszerzés kiírásának, és reméljük, hogy nyáron akár már állványozhatnak is, és nekiállhatnak mi hamarabb a kivitelezésnek. Hát ez nagyszerű volna, azt így gondolom, van, hiszen ismerve a gyerekorvosi rendelők állapotát, hát ott is, mintha megállt volna az idő ezekben a rendelőkben. A tavalyi évben került átadásra egy nagyon szép szabadidős park a Kazinci téren, ez is pályázati így eredmény. Van. Így van, így van. Szerencsére a zöld felületekkel összességében városi szinten jól állunk, és a Balaton Fejlesztési Tanácsnak és az önkormányzatnak köszönhetően a kettes hűtőmű melletti játszótér kaphatott egy új lendületet, uh-huh, új burkolatú pálya került megvalósításra, rengeteg fát ültettünk arra részt, és kültéri játszótéri eszközök is kikerültek. Ugye nagyon nehéz ezeket a pályázatokat tervezni, hiszen van egy időszak, az előkészítő szakasz, mikor megvalósításra előkészítjük ezt a pályázatot, árajátok tekintetében,
de a tavalyi, meg korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy próbálunk tervezni és előre gondolkodni, hogy a költségek tekintetében is jól sikerüljön ez a pályázat, mint valamennyi másik is, de hát hozzá kell tenni mindig. Sajnos vagy nem sajnos, az árak, a minimálbérek, tehát minden egyéb költségek növekedésével hozzá kell tenni az önkormányzatnak a saját erejét. Nyilván az a jó pályázat, amelyik 100%-os intenzitású, de ahogy mondja a polgármester, hozzá kell tenni az önrészt a Polcevárosi önkormányzatának is. Most készül a költségvetés, betervezték-e ez erre egy külön sort? Igen, terveztünk. Sok pályázat esetében, ahol már tudjuk, hogy olyan szakaszban van, hogy a város elnyerte a támogatást, és a tervezési fázis van folyamatban, vagy már kiviteli tervek készülnek, az önkormányzat egy előzetes tervezői költségbeesés alapján, hiszen a tervezők azért jobban képben vannak ezekkel a dolgokkal, mint mi. Ezek alapján tervezzük ezeket a költségvetésben, ezeket a sorokat. Betervezésre került itt ennél a szülészet-nőgyógyászati épülethez kapcsolódóan épp úgy, mint a városi piachoz kapcsolódóan, vagy az élhető Tapolca pályázathoz kapcsolódóan is. Úgyhogy igyekszünk előre gondolkodni és előre tervezni, és ezekkel a költségekkel is számolni. Piacot említette. A polgármester úr, sokan nem tudják, hogy mi ez a piaci pályázat. A piaci pályázat is egy hasonló konstrukció, mint az egyéb városi top pluszos pályázat. Ebben a pályázati szakaszban, pályázati részben a piac hátsó területét szeretnék megújítani egy kicsit, a platánfák környékén, ott a hátsó részt, az elárusító pavilonokat, valamint a legfelső blokkot, a legfelső csarnokot szeretnénk korszerűsíteni, aminek ugye nyilászárói vannak, hogy szeretnénk egy kicsit korszerűbbé tenni a körülményeket, valamint ehhez kapcsolódóan a csapadékvíz elvezetést is megoldani, nem csak az épülettel kapcsolatban, hanem az utcában is, hiszen az egy nagyon meredek utca, a csapadék az nyilván lefele folyik, mint a víz mindig, vagy általában, és ott a csapadékvíz elvezető csatornákat szeretnénk megújítani, természetesen nem direktben a fákat kivágni, de nyilván ahol szükség van rá, igen, de ott természetesen pótlásra kerülnek ezek a fák. A tavalyi év egyik legnagyobb eseménye volt az Európa Kultúrás Fővárosa rendezvény, Veszprém Balaton 2023, Tapolca is részese volt. Sokan nem tudják egyébként, hogy ebbe a város is hát komoly anyagi erőket fektetett ahhoz, hogy ide jöhessen még több pénz. Így van, így van. A pályázati konstrukciót okosan úgy találták ki a veszprémi írók, az Európa Kultúrás Főváros programnak a szervezői, hogy aki szeretne részt venni település, az adjon ő is hozzá. És ezt nagyon egyszerűen megoldották, lakosságszám arányosan kellett ehhez hozzájárulni minden településnek, tehát a Badacsony-Tombaljtól elkezdve Balaton-Fredig mindenkinek évente be kellett szállni ezekbe a költségbe. Az előkészítő szakaszt érintette ez az időszak, tehát 2021, 22 és 23-at, és minden évben lakosságszám arányosan minden lakos után 2 eurót kellett befizetni, tehát 15 ezer lakos után, ezt nagyon nehéz kiszámolni, azért minden évben kb. 28-30 ezer eurót kellett befizetni a városnak, természetesen forintban, ami évente 11-12 millió forintot, tehát a város is beszállt ennek a pályázatnak a megvalósításába, nem csak a programok szervezésével, hanem a költségek tekintetében is, így 35-36 millió forintot adott a város is, hogy ez minél színvonalasabban, minél magasabb szinten színvonalon valósulhassanak meg a programok. És aztán pályáztak a város cégei és civil szervezetek így is. Van. Nyilván nekik is segítséget nyújtott a hivatali apparátus. Így van, aki bizalommal és segítségkérően fordul, az mindenki természetesen segítséget kapott, hiszen csak azok a települések pályázhattak ezen felhívás keretében, ezen felhívások keretében, ahol valaki vállalta. Nyilván legtöbb helyen a települési önkormányzat, a város, illetve a falu fizette ezeket a költségeket, de csak azoknak volt lehetősége, ahol ezeket a költséget valaki fizette, és ennek köszönhetően számos civil szervezet, gazdasági társaság, a város közvetve profitáltott ezeknek az eredményeinek a hasznosságából. És akkor vannak saját pályázatai Tapolcváros önkormányzatának is, sporttámogatás és civilek támogatása, kulturális támogatás. Így van, hiszen látjuk, hogy nagyon sokan annak nagyon sok jó, hasznos és előremutató pályázat tud megvalósulni itt a Tapolca városában is, akár kevés pénzből is, és ennek köszönhetően is a tavalyi korábbi évek tapasztalatának köszönhetően magasabb összeggel tervezzük a 24-es költségvetést, tehát mind a civilek, civil szervezetek, iskolák, óvodák, egyéb szervezetek, valamint a sport
szervezetek is magasabb összegre tudnak pályázni a 2024-es évben, de természetesen csak akkor, hogyha a költségvetést a város képviselőtestülete a közeljövőben februárban elfogadja. Reméljük, hogy ez így lesz, és akkor mi hamarabb ezeket ki tudja írni a Humán Bizottság, hiszen a városnál a Humán Bizottság írja ki ezeket a pályázatokat, és akkor mi hamarabb ezek meg tudnak valósulni, és a nyár elejé programok, vagy a tavasz végi programok, főleg iskolák, óvodák tekintetében ez meg tud valósulni. Vannak, ahogyan ön is említette, hagyományos pályázatok, amikhez kapcsolódik Tapolca városa, ilyen a Burza Hungarika, ami pedig a lakosoknak szól közvetlenül, tehát nem a civileknek, és vannak egyéb továbbtanulással kapcsolatos pályázatok is. Így van, fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok, amíg lehet, támogatást kapjanak, a tehetséges, ügyes, okos fiatalok támogatást kaphassanak, így van ezzel a Burza Hungarika című pályázattal is, mely keretében mindig minden évben van lehetőség pályázni, erre ebben az évben is, 23-ban és 24-ben is van lehetőség, valamint a város az EFOP pályázatnak köszönhetően egy másik pályázati konstrukciót is kiírt, ami nagyon hasznos, és látjuk, hogy sikeres, és egyre sikeresebb, miszerint a középiskolában tanulók, a CC-ben tanulók, és a gimnáziumban tanuló azon fiatalok, amelyek ezek konzorcium településén laknak, ők kaphatnak támogatást havi szinten, ami gondolom, hogy minden egyes középiskolás gyermekes szülőnek nagy segítség, hiszen 10-15 ezer forint havonta, azért az már észrevehető segítség. És aki sikerre veszi az érettségit még. Így van, hiszen szép összeget. Hiszen ő még tud plusz támogatást kapni. Reméljük, és szeretnénk ezt folytatni, hogy erre lehetőséget adom a költségvetéshez majd az elfogadása után. Beszéltünk erről. Mi a következő nagydobás pályázatban, amire készül a város? Említette a megvalósítási szakaszban lévő régi szülészetépületet, de van-e már valami, ami mondjuk még csak társadalmi egyeztetés szintjén áll, de már azért lehet tudni, hogy ebből pályázat lesz? A konzorciumok tekintetében a város képviselőtestülete jóval adott kettő pályázatot is, miszerint ott is konzorciumban együttműködve más településekkel, más civil és egyéb szervezetekkel együttműködve turisztikához kapcsolódó pályázatokon veszünk részt. Az egyik ez a Szentgyörgy-hegyhez kapcsolódó pályázat, ahol a hegy körül lévő településekkel fogunk együttműködni, valamint a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal. Ennek tekintetében a bazaltorgonákhoz kapcsolódó és ott lévő lépcsőt szeretnénk felújítani, és ökoturisztikai bemutatóhelyeket szeretnénk megvalósítani, valamint egy másik, ami hasonló pályázat együttműködés keretében, az pedig kerékpározáshoz kapcsolódik, és mi itt szeretnénk ebben is előrelépni, hiszen tudjuk, hogy a 77-es útnak a tervezése, burkolat erősítése és az ezzel párhuzamos kerékpárút kialakítása van folyamatban, és itt a déli városkapon szeretnénk egy ilyen pihenőpontot megvalósítani, vízvételi, áramvételi lehetőségekkel, valamint olyan kerékpár tárolókat, amik zárhatóak, azokat szeretnénk, ha ennek keretében megvásárolhassunk. Alpolgármester úr, köszönjük szépen. Én is nagyon hogy eljött hozzánk és tájékoztatott a pályázatokról, várjuk legközelebb is. Köszönöm főleg szépen. Jó hírekkel. Jó, köszönjük. Köszönöm.